Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Krisztus föltámadott, valóban föltámadt. Hallatszik ma a köszöntés, hiszen a mai szép ünnepi napon arra a mindent fölülmúló csodára emlékezünk, amikor Jézus legyőzte a halált, föltámadt a sírból, hogy megmutassa nekünk, van értelme földi életünknek, mert a mi sorsunk is az övével összekapcsolódva a föltámadás lesz. Ezt a végtelen nagy csodát ünnepeljük ma, és arra kérjük Jézusunkat, hogy támadjon fel a mi szívünkben is, vegyen örök lakást bennünk, hogy így mindig velünk lehessen, mi pedig boldog, allelujás életet élhessünk ebben a földi életben. És hogy minden kérésünk meghallgatásra találhasson, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg minden bűnünket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk föltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasd már az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézus Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadta halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden proféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van,
ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljunk figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten igéje. Napján, kora hajnalban, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz.
látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk éret Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek! Mintegy 30 évvel ezelőtt az egyik neves táncdal énekes éppen kint volt Amerikában egy turnén a feleségével együtt, amikor elterjedt a hír itt az országban, sőt az ország határán kívül is, hogy megölte a feleségét. Korda Györgyről van szó. Kint volt éppen Amerikában, és hiába próbálta a telefonokat lerendezni, hogy nem igaz a hír, egyre csak terjedt. Kénytelen volt lemondani minden fellépését, és haza repülni a feleségével együtt. Itt az újság, a tévé rögtön mind hírt adott róla, kérdezgették ezt is, azt is. Az egyik ilyen riportfilmben, a televízióban, amikor rá kérdeztek, hogy hogyan is volt mindez, akkor az énekes felesége bele kiabálta a kamerába. Itt vagyok, élek. Ma felénk is ez a kiáltás hangzik. Itt vagyok, élek. Na, nem az újságok vastagbetű címeiben hozzák, nem a televízió társaságok forgatnak róla filmet, nem lehet hallani a rádióban sem, mert valaki olyan mondja ezt, akit a végletekig megkínoztak és megöltek, de ma föltámadt a sírból. Olyan valaki, aki mindenre kész volt azért, hogy szeretett teremtményeit üdvözítse. Meghalt értük, de ma kinyílt a sírja, és ő kilépett. Meghalt, de most élőként áll az emberek elé. Egy olyan valaki, aki szeretetét azzal bizonyította, hogy szenvedett és meghalt az emberekért, és bizonyította, hogy mindaz, amit tanított és tett, az igaz, azzal, hogy föltámadt a halálból. Jézus ma odáll az egész emberiség elé, a sok milliárd ember elé. És minden harsona szónál, minden híradó eszköznél hangosabban és áthatóbban közli velünk, a világgal, föltámadtam, itt vagyok, élek. És ez, hogy Jézus föltámadta halálból, számunkra a legfontosabb dolog. Hiszen ennélkül keresztény hitünk összeomlana. Szent Pál apostol azt mondja, ha Jézus nem támad föl a halálból, akkor hiába való a ti hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Ám Jézus föltámadt. Üres a sír, és ez mindennél boldogítóbb azok számára, akik követni akarják Krisztust, akik felismerték benne az Isten fiát, akik érzik, tudják, tapasztalják,
hogy ő a megváltó, az üdvözítő. Kétségtelen. Jézus föltámadása nélkül semmire sem menne a kereszténység. Ezért nem is véletlen, hogy legtöbbször éppen a feltámadás hitét próbálják támadni a hitetlenek. Hiszen olyan ez, mintha egy tartó oszlopra épülne egy épület, és ezt a tartó oszlopot kirántanánk, ledöntenénk, akkor összedőlne az épület is. Így dőlne össze kártyavárként a mi hitünk is, ha Jézus nem támadt volna fel a halálból. Ám de ő föltámadt, és mert föltámadt, ezért mi bátran nézhetünk a világba, minden támadást könnyedén visszaverünk, mert nem kell félnünk. Jézus meghalt ugyan, de újra él, és itt van velünk, elkísér mindenhova, bármerre megyünk is. Ott van, hogy mi élhessünk. Azonban hiába támadt volna föl Jézus, mint egy 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben, hogyha most, ma a te szívedben, a lelkedben nem támadna fel. Ha nem lenne örök lakást benned, ha csak olyanokká lennénk, mint azok, akik ilyenkor, nagy ünnepeken, húsvétkor, karácsonykor benéznek a templomba, de egyébként azt mondják, nekik semmit sem jelent. Sőt, időnként kifejezett módon tagadják, lenézik az Isten létezését, lenézik a vallásos embert. A mi számunkra azonban sokkal fontosabb az a tény, hogy Jézus föltámadt a halálból. Fontosabb, mert ez az, amely segít bennünket abban, hogy biztosan eljussunk az üdvösségre. Azonban újra kell mondanunk, nem elég, hogy Jézus föltámadását köszöntjük, hogy boldog és víg alleluját éneklünk. Nem elég csak, hogy ma ünnepelni fogunk otthon a családi körben, vagy eljöttünk ide az oltár köré, hogy köszöntsük a föltámadottat, hanem fel kell, hogy támadjon bennünk is. Komolyan kell vennünk a hitünket, a feltámadás hitét. Mert hogyha azt mondjuk, hogy persze én hiszek én úgy, ahogy a magam módján, ahogy szokták manapság mondani, de különösebben nem számít számomra semmi, nem érdekel az egész, akkor elvesztünk. Az üdvösségünket tettük kockára. Hollandiában az egyik miniszter magához hivatott egy katolikus embert. Bár többségben vannak a protestánsok, mégis ezt a katolikust hívta magához, mert felkészültnek találta, és ki akarta nevezni egy jó pozícióba. Sok mindent kérdezett tőle, és a katolikus ember mindenre remek választ adott. Végül a miniszter megkérdezte tőle, milyen vallású ön? Az ember tudta, hogy a miniszter nem vallásos. És ezért azt mondta, katolikus vagyok, de ez nálam nem számít semmit. Elcsodálkozott a miniszter, és aztán azt mondta, aki így nyilatkozik a hitéről, a vallásáról, abban én nem bízhatom meg. És nem nevezte ki az állásra. Kétségtelen, hogy a mai világ, hitetlen, hűtlen világ sokszor azt próbálja belénk
súlykolni, hogy nem érdekes, nem lényeges a hit. Csak az a lényeges, hogy sikeresek legyünk, hogy legyen anyagi forrásunk, hogy boldogan tudjunk élni itt a földön. Mit számít az, hogy mi lesz a halálunk után? Egyszer élünk, most kell kihasználni az alkalmat. És mindez sajnálatos módon egyre inkább terjed az emberek között. Azonban ahhoz, hogy elérhessük az üdvösségünket, hogy komoly legyen a földi életünk, és annak folytatása majd a földtámadás, az örök élet legyen, ahhoz komolyan kell venni nem csak a hitünket, hanem a hitünkből származó cselekedeteinket is. Hiszen a tettek nélküli hit halott, mondja Jakab apostol. És hogyha a hitünk halott, akkor az üdvösségünk is elvész. Nekünk tehát élőnek kell lennünk. Jézussal együtt fel kell támadnunk egy igazi, boldog életre. Olyan életre, amelyben ott van mellettünk Jézus, vezet, irányít és átsegít minden bajon. Ma boldog víg alleluját éneklünk, hiszen Jézusunk föltámadt, legyőzte a halált, legyőzte az ős ellenséget, és lehetőséget nyújtott nekünk arra, hogy üdvözüljünk. Ezért valóban boldogok lehetünk. Ám a boldogságunk csak akkor lesz teljes, hogyha a hitünk nem csak pillanatnyi fellángolás, ilyenkor a nagy ünnepen benézünk a templomba, mert mindig olyan érdekes szokott lenni, hanem komolyan véve hitünket, éljük azt, amit Jézus tanított. Hiszen föltámadásával éppen azt bizonyította be, hogy tanítása valóságos, igaz dolgokon alapszik. Nem csak sokat beszél, hanem meg is valósítja azt, amit mond. És ha azt akarjuk, hogy egyszer elérkezzünk az örök életre, akkor nem tehetünk mást, mint hogy követjük Krisztust, követjük az ő tanítását, az ő parancsait, megtartjuk a törvényeit, és vele együtt, bár eltemetkezünk újra és újra a halálban, a bűn halálában, mégis föltámadunk vele együtt egy új, egy szebb és egy boldogabb örök életre. Amen. Hiszek az egy Istenben.
Testvéreim, Krisztus föltámadott, ő a kezdet és a vég, a szent, erős és halhatatlan Isten. Általa terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben szent atyánkat, lelki pásztorainkat és hívő népedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Legyen velünk édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szíts fel a keresztség kegyelmét mindnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk az új életre. Kérünk téged, hallgass minket! Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és a szenvedőket. Kérünk téged, hallgass minket! A halálon aratott diadalod juttassa el megholt testvéreink a feltámadás dicsőségére. Mindenható örök Isten, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és föltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen, és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus, ami Urunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, újongó húsvéti örömmel ajánljuk fel áldozatunkat, amely által csodálatosan újjászületik és növekszik egyházad, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük fel szét. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és föltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme üdvösségünk szent titkó. Üdvözlök Istenünket, világ megváltója, igyekszel Isten támadásodánkat, megmentett témünket. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, magyar hazánk szentjeivel és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Miklós és Lajos püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt szeretteinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az
Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, béke fejedelme, te legyőzted a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Jézus Krisztus, az élő Isten fia, te az Atya akaratából, a Szent Lélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem, szent tested és véred által, minden vétkemtől és minden bajtól. Add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőle. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul.
húsvéti bárányunkat, Krisztust föláldozták, ünnepeljünk tehát a tisztaság és igazság kovásztalan kenyerével. Alleluja! Könyörögjünk! Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges föltámadásra, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek! Holnap, húsvét hétfőjén a Szentmise délelőtt 9:30 lesz. 2-től péntekig nem leszek idehaza, kérem, hogy minden dologban a kántor úrhoz forduljanak. Kedden este azonban 7 órakor lesz szentségimádás. Jövő vasárnap az irgalmasság vasárnapja lesz, az ünnepi Szentmise 9 órakor kezdődik. A templom takarításában és díszítésében a 9. csoport következik. Mindannyiótoknak áldott, békés és boldog húsvét ünnepet kívánok. Azt kívánom, hogy Jézus föltámadjon mindannyiótok szívében, és ott is maradjon élő eleven, vezetőként, irányítóként. Legyen bennetek Jézus öröme és békéje, hiszen az az öröm, amelyet ő ad nekünk, az mindent fölülmúl, az mindennél boldogítóbb. Ezt az örömet kívánom nektek, sajtatok keresztül egész egyházközségünknek és a falu minden lakójának is, és kívánom, hogy ez a húsvéti ünnep az egész falu számára is egy új lendület legyen, új éledés, hogy megérezzük, az Isten velünk, mellettünk van, aki sohasem hagy el, és mindig bízhatunk benne. Legyen szép, áldott és békés az ünnepetek. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten húsvét szent ünnepén, és védjen meg irgalmasan a gonosz cselvetéseitől és minden bűntől. Amen. Ő, aki egyszülött fiának föltámadása által újjászült titeket az örök életre, töltsön el titeket a halhatatlanság minden ajándékával. Amen. És ti, akik az Úr szenvedése szent időszakának elmúltával örömmel ülitek meg húsvét ünnepét, az ő kegyelmének segítségével jussatok el egykor a boldog örökké valóságba. Amen. És mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, járjatok békével. Alleluja. Alleluja.
Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen, légy oltó